Már csak az utolsó simításokat végzik a szakemberek a teljes egészében megújult Bonyhád Bátaszéki úton. A beruházás mintegy 18 kilométeren zajlott és tette gyorsabbá és biztonságosabbá az egyre nagyobb forgalmat bonyolító szakaszt. Az M6-os autópályán ide közlekedők ezt az útszakaszt használják leginkább arra, hogy elérjék a térséget. Ez az útszakasz 1 milliárd 10 millió forintból készült el, elsősorban az itt élő embereket kiszolgálva. Nyilván meg kell említenünk a szálkai turisztikai vonzerőt is, amit az elmúlt jó 10 évben vagy 20 évben Szálka község és az ott élő vállalkozók közösen értek el. Ennek kiszolgálása is indokolta az építést, tette hozzá Potápi Árpád János. Pádfi János Szálka polgármestere jelentős lépésként értékelte a település és környezete szempontjából a most befejeződött beruházást. Mi régóta vártuk ennek az útnak a fejlesztését, hál' Istennek az idejében ez megvalósult. Köszönet a közötkezelő KHT-nek, valamint az országgyűlési képviselőknek. Ezáltal a településre bejövő út teljes egészében kész van, és a közlekedés sokkal biztonságosabbá vált. A másik, ha a turizmusról beszélünk, akkor ez is egy fontos része. Szálkán már mostanában egyre jobban fejlődik a turizmus, egyre többen látogatnak Szálkára, és hát nyilvánvaló nem feltétlen mindegy, hogy milyen úton tudnak közlekedni az ide látogatók. Az építkezés nem csak a két várost érintette, hanem a környező bekötő utakat is. Az 56-os úttól Szálka átkelési szakaszig teljes burkolatcsere készült, alapmegerősítéssel burkolat, patka, vízelvezetőrendszer, illetve a Lajvérhíd került teljesen felújításra, és a Szálka településtől a Bátaszék-Bonyhád összekötő útig pedig lokális szerkezet, illetve burkolatcsere készült el. Mindez azt jelenti, mondta Bece Szabolcs, hogy a térségben az útfejlesztések elkészültek. Várhatóan a Magyar Falu, illetve a TOP program folytatása fedezetet ad majd Rábóc és Alsónána irányában is a korszerűsítési munkák megkezdésének.